A munkáspárt elnökét Türmert Gyulát kérdeztük. Elnök úr, egyre többen mondják ki, hogy rossz ez a rendszer, amiben élünk. Nem ezt akarták 89-ben. Mi erről a munkáspárt véleménye? Valóban így van. Egyre többen mondják azt, hogy rossz ez a rendszer, rossz volt és szükségtelen volt a rendszerváltás. Épp a napokban jelent meg egy írás Botos Katalin és Botos József tollából. Ők nem a munkáspárt tagjai, mondhatnám azt, hogy polgári gondolkodók. És ők maguk mondják azt, hogy nem ezt vártuk. Ők helyeslik a rendszerváltást, de azt mondják, hogy igenis rosszul élünk, és nem úgy sikerült, ahogy ezt vártuk. A tények egyébként ezt támasztják alá. Ma a reál keresetünk, vagyis amiért tudunk vásárolni, az körülbelül fele annak, amivel rendelkeztünk 25 évvel ezelőtt. A munkanélküliség számai közismertek. A rendszerváltáskor gyakorlatilag nem volt senki munkanélkül. Ma az országban van 500 ezer regisztrált munkanélküli, van még egy 500 ezer, aki nincs már regisztrálva és nem kap támogatást, és hát jól tudjuk, hogy 3, 4 vagy 500 ezer emberünk dolgozik az Európa Unió országaiban. De mondhatnék mást is, a rendszerváltáskor az átlagos családokban volt 2 gyerek. Ma már az a ritkaság, hogyha egy családban akár 1 gyerek is van. Mindez azt mutatja, hogy igen, sokkal rosszabbul élünk, sokkal nehezebben élünk, mint 25 évvel ezelőtt. Az azonban nem igaz, hogy a rendszerváltás jó volt, csak rosszul csinálták. Ezeket a gondokat, ezeket a problémákat, ezeket a tragédiákat a kapitalizmus idézte elő. Ezért a munkáspárt azt mondja, hogy a rendszerváltás szükségtelen és káros volt. A napokban megjelent kimutatások szerint rosszabbul élünk, mint 89-ben, milliók élnek mély szegénységben. Elmondaná a véleményét erről? Igaz, ma már a szociológusok is arról beszélnek, hogy Magyarországon legalább 4 millió olyan ember van, akinek a havi jövedelme kevesebb, mint 60 ezer forint. És ezen belül is van 2 millió olyan ember, ahogy Gazsó Ferenc szociológus minap fogalmazott, akinek nincs esélye arra, hogy a munkaerőpiacon bármit is elérjen. Magyarán ő munkanélküli volt, munkanélküli ma is, és munkanélküli fog maradni holnap is. Mi a baj? A baj az, hogy ez a 2 millió igen szegény ember, és a másik 2 millió kevésbé szegény, de mégiscsak nehéz sorsban élő ember nem tudja az akaratát ráerőltetni a kormányra. A munkáspártnak az a véleménye, hogy az ország gondjait csak úgy lehet megoldani, hogyha a tőkét korlátozzuk. Ha a gazdagok fizetnek, és nem a szegények. Az elmúlt 25 évben csak a szegények fizettek. Ma nem az a gond, hogy keveset fizetünk, mi nagyon is sokat fizetünk. Ma az a gond, hogy a gazdagok nem fizetnek a bevételükhöz, a jövedelmükhöz képest arányosan. Ezért a munkáspárt programja az, hogy adóztassuk meg a gazdagokat, korlátozzuk a tőke uralmát. Ehhez azonban ott kell lenni a munkáspártnak a parlamentben. A mai parlamenti pártoktól ugyanis nem lehet azt várni, hogy ők a tőkét korlátozzák, hiszen ők maguk is tőkések. 2008-as válság óta egyre több devizahiteles kerül bajba. Vannak, akik évek óta harcolnak a bankok ellen, és vannak, akik most tűzték zászlajukra a devizahitelesek problémáját. A munkáspártnak mi a véleménye a devizakárosultak ügyéről? A devizakárosultak problémája a kapitalizmusnak a következménye. A bankok kitalálták, hogy hogyan lehet mesterségesen piacot teremteni, és pénzt adtak az embereknek. Nem hívták fel a figyelmüket a veszélyekre. A kormányok ezt tudták, a pénzügyi felügyeli szervek ezt tudták, és nem csak, hogy tudták, hanem engedélyezték is. Mi azt gondoljuk, hogy itt egy országos csalásnak a áldozatai vagyunk, mindazok, akik ilyen hiteleket vettek fel, és mivel egy országos ügyről van szó, ezt országos eszközökkel kellene rendezni. A kormánynak kötelesség az, hogy a bankokat rákényszerítse arra, hogy a jogtalanul megszerzett jövedelmüket engedjék el, és az embereknek azokat az adósságait, amit nem tudtak eddig kifizetni, azokat írják le. Más megoldás itt igazából nincsen. Hogy ezt elérjük, ez nekünk minden nap ki kell menni az utcára, minden nap el kell mondani az embereknek, hogy ne várjatok ajándékokat a kormánytól, csak az lesz a miénk, amiért megküzdünk. A munkáspárt ezért támogat mindenkit, akit a kilakoltatás fenyeget, mindenkit, akinek deviza károsult problémája van, és mindenki, aki áldozata a mai kapitalista rendszernek. Köszönöm szépen!